Én jó, Drevi vagyok, és a Techbetyárt nézitek, és itt vagyok itt az IFA-n Berlinbe, és egy különleges telefon van a kezemben, a Pocophone F1, a Xiaomi-nak a legújabb telefonja, ami szerintem mindenkit érdekel. Erről lesz szó, az első benyomásom következik a Xiaomi Pocophone F1-ről. Amiért ez a telefon nagyon érdekes, hogy a Snapdragon 845-ös processzor van benne. Mit is jelent ez? Az idei év legjobb processzora, ami a telefonokba kerül. Ez van benne a Note 9-ben, és a legjobb telefonokban tényleg, a OnePlus 6-ban is. És ezek általában egy kicsit 150 ezer forint felett vannak, ugye ebből a legolcsóbb eddig talán a OnePlus 6 volt, és a Note 9-et pedig nemrég mutatták be, az pedig a 300 ezeres kategóriába esik. És itt van ez a telefon, aminek az ára 115 ezer forint lesz Magyarországon, a Xiaomi Mi Store-ban, és majdnem olyan specifikációval rendelkezik, mint mondjuk a Note 9. De természetesen nem néz ki olyan jól, de nézzük is, hogy mit érdemes tudni a Pocophone F1-ről. A Snapdragon 845 mellett 6 giga vagy 8 giga RAM-ot választhatsz mellé, és tovább bővítheted a belső tárhelyet microSD kártyával. Emellett pedig a kamera kapja talán a legkevesebb fókusz, mert nem egy jó kamerát kapunk benne. Hogy a nyers specifikációkat nézzük, kapunk egy főlencsét, ami egy 12 megapixeles, f1.9-es rekeszértékű lencse, és egy másikat, ami 5 megapixeles. Ez segít abban, hogy az élességet, a bokeh hatást tudja kicsit imitálni a telefon. Ez specifikációleg nem a legjobb, de én úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan pont, ahol a Pocophone F1 árában meg kellett húzni a határt. Hogyha a kamera mellé nézünk, akkor láthatjuk, hogy nem üveghátlapot kapunk, hanem fémhátlapot, tehát a maszatok ellen jobban fog szuperálni, viszont nem biztos, hogy ez a stílusosabb szerintem. Én nagyon megszerettem ezeket az üveghátlapokat. Ha már a nyers adatokat nézzük, akkor nem kell kompromisszumokat kötni az akkumulátor tekintve, mert bele tudtak ebbe a telefonba zsúfolni egy 4000 mAh-es akkumulátort, tehát akár a másfél vagy két napos üzemidőt szerintem ebből a telefonból ki lehet majd préselni. A kamera alatt pedig kapunk egy új lenyomatolvasót, ez a gyorsabb fajta, én nagyon szeretem, viszont még jobban szeretném, hogyha elérhető lenne az a funkció, hogy az arcammal is fel tudjam oldani a telefont. Ez a funkció számomra elengedhetetlen minden androidos telefonnál, mert nem mindig szeretném csak az ujjamat használni, valamikor annyira egyszerű tényleg csak ránézni a telefonra, hogy azután feloldja a készüléket. Az előlapon pedig kapunk egy majdnem 6,2 incses kijelzőt, ami majdnem 18:9-es képarányú, tehát tartalomfogyasztása ideális, viszont a telefonnak a tetején kapunk egy hatalmas szenzorszigetet, az alján pedig egy hatalmas levágást. Hatalmasnak mondom, mert más prémium gyártókhoz képest hatalmas, természetesen ilyen árért ilyen kompromisszumokat kötni kell ezzel a telefonnal. Ami egyből feltűnt nekem a Pocophone F1-nél, az a jobb oldalt lévő hangerőszabályzó és kibekapcsoló gomb nagyon a telefon síkjába van, tehát nagyon könnyen meg lehet őket nyomni, és én ezt nem nagyon szeretem. A 4000 mAh-es akkumulátor mellett rengeteg dolgot bele tudtak zsúfolni ebbe a telefonba, például a jack csatlakozót, ami a telefonnak a tetején van, nem a legjobb hely, viszont alul pedig kapunk két hangszórót, közötte pedig egy USB-C csatlakozót. Specifikáció szerint a Pocophone F1-et inkább a OnePlus 6-tal kell összehasonlítani, nekem természetesen a stock Android sokkal jobban tetszik, és természetesen a kamerát is jobban szeretem a OnePlus 6-on, viszont hogyha az árat nézzük, akkor pedig a Honor 10 lehet a kihívója ennek a telefonnak, viszont hardveresen és specifikációlag ebben sokkal jobb a Poco F1. Én ezt a telefon nagyon szeretem, főleg azért, mert tipikusan indiai magyar piacra készült, ahol kicsit szűkebb a pénztárca, de megkapjuk hardveresen azokat a specifikációkat, amire az embernek szerintem 2018-ban szüksége van. A kijelzőben és a kamerában egy kicsit áldozni kell a saját szintünkből lejjebb, mert nem a legjobbat fogjuk kapni, de hát ezért az árért szerintem meg kell hozni ezeket a döntéseket, hogy mi az, amiben visszavegyünk hangzásban, kijelzőben, hardverben, és itt a Pocophone F1 esetén pedig megkapjuk hardveresen az idei év csúcs teljesítményét, de más dolgokkal pedig természetesen számolni kell. Remélem tetszett ez a videó, megpróbáltam gyors lenni, egy gyors első benyomást adni erről a telefonról. Köszönöm szépen a Xiaomi Mi Store-nak, hogy kölcsön adta nekem erre a kis utazásra ezt a telefont. Hogyha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornára, ha kérdésed van, akkor mindenképp írj a kommentek közé. Az összes kommentet elolvasom és megpróbálok mindegyikre válaszolni. Én Drevi voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!